Forgatásainkat a 220volt.hu támogatja. Következő állomásunk Elek, Békés megye. Hát Békés megyében szerintem most az már lassan. Igen. És ebben az idényben nem utoljára fogunk Békés megyébe menni. Az eleki polgármester Szelesár György meghívására megyünk. Olá Laci barátunkkal, aki hozza magával az Oldtimer gyűjteményének egy részét is. Lesz falunap, vagy városnapok, fesztivál, foci meccs, mi az más? Én azt néztem végül. Ja? Mennyire? Adrián meg elmondtam, melót. Ennyit tudok? Yeah! Kicsit. Na hát egy kicsit tovább. Kéne hozzá egy heveder, és akkor könnyebb lenne. Megyünk Elekre ma, mit csinálunk azt nem tudom, de biztos, hogy megiszok egy borsodit. Ez nem rímel, de... Na jó! De legalább a szponzornak! Szolid szobák, bár én ezért többre számítottam, tehát azért a trollfoci nem ehhez van hozzászokva. Laci megengedte, hogy vezessem a Mustangot. 1.4-es szívó benzin, tudod? Úgy mondtuk, Eleken vagyunk, ez kérlek szépen Békés megyében van, és itt vagyunk a román határtól, hát egy nagyobb kőhajtásnyira. Mondanám, hogy messze, de nem, egy kicsit szaladsz, picit eltévedsz, akkor lehet, hogy ki van írva, hogy üdvözöljük Romániában, csak hát ugye románul. Hát gondolkodtunk, hogy ki lehet, hogy Elek szülöttem, vagy valahogy kapcsolódik Elekhez, hát ettől függetlenül még lehet, hogy így van, de ez szerintem Puskás Ferenc. Írjátok meg kommentben, hogy ez szerintetek ki itt. Én a frizura alapján, illetve az miatt gondolom, hogy ez Puskás lesz. Lehet. Csak így. Bandi 8-as. Igen. Ez meg egy Van Persie és egy Thierry Henry összekeverve. Papa lassabban! Kuka utas, pénz az égbe, ne szólj bele a vezetésbe! Megjöttem Elekre. De finom. A Titi vlog jelentkezik hamarosan. Ez nem ma lesz, és nem is holnap, mert sajnos dolgoznom kell. Trollfocis sapkát nem a szél fújta hozzá, úgyhogy igen, én is rendeltem. Hát a srácok egy olyan 5 plusz 1 csillagos szállodában vannak, és ilyenkor megyek dolgozni, ilyen jacuzzi, meg ilyenek vannak a szállások. Ez az én életem, és kérdezik, hogy miért van ennyi szomorú vlog, minek örüljek, ez se jön össze, az életem egy szar. Titi Vlog Production Pestre teszi át a székhelyét. Minden harmadik hónapban lesz egy 30 másodpercem, a Levi megígérte, úgyhogy ezért feladom az eddig életemet. Ha Pesten látok a keletinél, dobjatok bele egy ötvenest. Keleti, illetve nyugati, csak a nyugatinál sok lesz a harc, de bevállalom, értetek? Coming soon. Titi Vlog 2021. 09. 18. 17. 18.
Pályra csétáltatod? Nézem, milyen kemény ez a pálya. Mennyit készültetek erre a pályára a Levivel? Az összeset, mint végig. Nem adta beállnak a Tibivel. Úristen, very big! Nem hagyták benne a sluszkulcsot, tudták, hogy jövünk. Itt a műszerfal, pedálok, valamilyen kar, ez is valamilyen kar, néhány égszí, meg egyszerűen a légkondi. L60 a sifa. Én ezt szoktál dolgozni, amúgy? Igen. Te egy mezőgazdaságban dolgozol. Igen, igen, csak ponyváson van. Nem dobsz be! Bandi, nem dobsz be! Olé! Rektor úr, pakoljunk! Kibi, nagypozor! Titika teljes átalakulás. Megbízott engem, hogy fogyni szeretne egy 40 kilónál nem sokkal többet. Karból. Nem izé átból dolgozott, csak karból dolgozott. Tényt szokatok én! Azaz! 62 kilónál sok. De magasra. De bazd meg, itt állom ülök. Á, hát bazd meg, lófasz. Hoppá, erről van szó? Yes. Az 50-es. Húha. Jó, figyelj! Jó, akkor most kapcsolt ki a mágneses tényleg! Hoppá! Jó! Szörnyű! 25-ök! Gyertek! Ez mából? Hogy vagytok, srácok? Minden oké? Ide jöttünk megnézni, hogy mi készül, és kérek szépen, az eleki szlovákok csinálnak itt lángost, de nem akármilyet, ugyanis ennek a tésztájában, mint azt megtudtam, krumpli is van. Megfőzik a krumplit, összenyomják, ez kerül bele a tésztába, egy keresztett tésztáról van szó, és megtöltik káposztával? Káposztával. Komárom egyéből való, ennek ahol is higgyák a receptje, ugyanis ott a hegyekben tulajdonképpen nagyon gabona, csak az volt az az elegendő, a búz az megtermett, a krumpli megtermett. Tehát ez úgynevezett szegény ember elegele volt, és ez kenyérkrumpli is volt, és ez azért lett ennyire népszerű, a szlovákok már tényelegelnek számít. Meg van pirítva, mivel is abban a borssal van idesítve, kicsit meg van sózva, rendes házi, biztosítva, az meglátod, olajban van megsütve. Azt mondom, hogy most vagy azért eszik meg, mert éhesek, vagy azért, mert íz lett is. Rendben vannak a gyerekek, úgyhogy úgy érzem, hogy a utolsó mérkőzést is meg fogjuk nyerni, és torna győztesként fogunk innen eltávozni. Paulo Sousa meg tudja mutatni? Igen, egy félértés különben. Edzéseken mennyire gyakori ez, vagy mennyire lesz gyakran át, hogy konkrétan megmutasd a játékosoknak, hogy így kellene, úgy kellene, mert Paulo Sousa például azt mondta, hogy ő nem szokta ezt. Csodában. Paulo Sousa azt mondta, hogy nem szokta ezt, ugye ő is hasonló korú, mint... Hát ő nem tudja megmutatni, hát az más dolog. Én nagyon tisztelben volt futballistákat, meg a Paulo Sousa, meg a neve nagyon nagy játékos volt. Valamit félreértettem, ott mondtam, hogy annan nem tudja megmutatni. Pontrugásokra kivonottan figyeltek ezen a mai mérkőzésen, hiszen Klein fejesétől eltekintve mindegyik pontrugásból született. Nem nagyon gyakoroljuk ezeket, hiszen nálunk nincsen edzés. Milyen rúgtunk két szöglet volt, két szabad oldal szabad rúgás, hogy nem volt, akkor szerintem gyakoroljuk. És akkor edzési időben mi történik? Csak beszélgetés van, vagy van valami különleges foglalkozás esetleg? Sok beszélgetés és kártyázás. De mit? Ez amikor sportriporter suliból így mondják, akkor köszönjük szépen, van annyi szép szakma, nem muszáj sportriporternek kérdéseket feltenni, mert... Igen, úgy érzem, hogy ez volt talán a pályafutásom csúcsa, hogy ötször játszottam a világválogatottba.
olyan játékosokat ismertem meg, és játszottam együtt, mint a Pelé, a Beckenbauer, a Maradona, a Platini. 87-ben effektíve neked előszerződésed volt a Barcelonával. Így van. Vécsbe aláírtuk. És utána, ez egy pénteki nap, ott szombaton játszottunk 12 órakor Debrecenben az utolsó bajnoki mérkőzés, 40 fok melegben, egész éjjel utaztunk, akkor még ladák voltak, tehát azért kimenni Vécsbe, hazajönni, Debrecenbe lemenni, tehát éjjel 4-kor lemegüttem, és 12-kor a mérkőzés, és hát nagy meglepetésre a meccs után szóltak, hogy itt van Nunesnak a fia, akkor Nunes volt az elnök, itt a fia megnézett, és a beszélgetés annyiról szólt, azt mondja, hogy meleg volt. Igen, meleg volt. Azt mondja, Barcelona is meleg lesz. Gondolom, igen. Másnap lett volna a szerződés, és mondták, hogy akkor már nem 2 milliót adnak, kértem 2 millió dollárt, hanem egyet. És ezért nem fogadták el? Ebben nem ment bele a Honvéd. Tehát 1 millió dollárt úgy adtak volna egy év, ha nem válok be, ingyen visszajöttek a Honvédba. És azt nem fogadt el, ahol miért? Nem. 1 millió dollár. Igen. December elején hívott a Skender Fáni, hogy a Barcelona 9,5 milliót fizet értem. Akkor meg a Frankfurt nem engedett. Szállján a brazil csapatban, de jó! Kifrigyós, bemegy vissza! Gól! Détári! Mondtad, hogy a Real Madrid. Real Madrid, Hágyi vagy én. Én Hágyit választottam. Hát jó, hát a Hágyi nem tudom. Ez Détárinak jó lövési lehetőség lehet. 18-19 méter a Szundik kapujától. Détári emeli. Háj, de nagy gól Lajos! Frankfurtban a kupa győzelem után gondolom sok minden nem kellett fizetned a városban, akár merre mentél enni, vacsorázni. Ja, nem, várja, másnap jöttem haza, tehát nem nagyon voltam Frankfurtra, tehát a német emberek mások, tehát ők nem nagyon fejezik ki azt, hogy szeret, nem egy mediterrán népség, vagy nem egy görög, aki de hát persze szeretett, mert én már nagyon jól éreztem magamat. Most hallottuk a sztorit a Frankfurt Chelsea-ről, hogy meghívtak? Tehát az úgy történt, hogy nekem van egy benzinkutam, ahova járok minden reggel, ott kávézom, ott olvasom ki az újságokat a 18. kerületet, és Ferencváros mérkőzés volt. És mindig kérni kell jegyet, be kell menni, tehát olyan macerás dolog. Hát mondom, akkor megnéztem, csütörtökön játszik a Frankfurt a Chelsea-vel, Európa Liga, azt hiszem elődöntő volt. Hát van a fölhívom Frankfurtot, fölhívtam, minden mondta Matthias, hogy figyelj Lajos, fél órán belül visszahívlak. Fél órán belül visszahívott. Azt kérte, hogy rendben van a jegyek, minden, hogy mikor érkezem meg, akkor jönnek ki értem kocsival. Az igen. És Honvédhoz meg úgy hallottuk, hogy egyszer nem engedtek a listán. Jogos volt az is, tehát nekem nem volt problémám, figyelj. Ez mindenhol úgy működik, például Frankfurtban is. Különféle karszalagok vannak, mint ahogy neked is van mondjuk. Van ebből sárga, zöld, minden. És a sárga, az megvan, hogy ide szól. Ez ide szól, az abona szól. Akkor ott az őr, aki beengedett, megnézte a listán, nem volt abban. Visszaborultam, eljöttem. Ebben nekem semmi problémám nincsen, mert... Jó, csak azért ilyenkor azért csak megismerik az ember klub legendát. De nem, hát az országban soha nem lesz rend. 31. perc a második fél időben. Jó! Mekkora gól! A második Détári. Így is kivételes pályafutásod van, de hogy nincs benned egy kicsi fájdalom, az, hogy ugye most beszéltük egy Juventusról, Barcelonáról, Real Madridról, hogy nem játszottál ezekben a csapatokban, mert hogy befértél volna. Tudod mi? Ne várja, ez van, én csak annyit szerettem volna lehetőséget kapni, hogy kipróbálni magam. Hogy egyáltalán megálltam volna a helyem, vagy lehet, hogy nem. Persze, tehát beszéltünk arra, mi lett volna, meg hogy lett volna, lehet, hogy nem játszottam volna egy meccset sem. De te mit érzel, hogy befértél volna? Játszottam 3 meccset a Juventusszal.
Hát azt mondom, persze, hogy befértem volna. Hát, mind a két meccsen én lettem a mezőn legjobb. Hogy persze, de így nehéz elmondani, hogy mi lett volna. Questo Conero torneo stadio tis Ancona, io che ha filoxerisi tinne Inter, us dio miden. Questo Conero torneo stadio tis Ancona, io che ha filoxerisi tinne Inter. Nekem volt egy három éves szerződésem a Bolognával. És két év után indultam Pestről Bolognába, két nap vagy három nap hamarabb mentem, mivel ugye elkezdődött a felkészülés, és út közben hívott az elnök, beszélgettünk egy jó fél órán keresztül, hogy én vagyok a csapatkapitány, rám építi a csapatot, minden így ugyanúgy. Kimentem másnap, egyedül edzettem, majd utána megint a másnap egyedül edzettem, hogy fölkészüljek itt a szezon kezdésre, és amikor volt a csapatnak a bemutatása, egyszerűen közlik velem, hogy én nem vagyok tagja a csapatnak. Ja, nem volt indoklás, nem volt semmi. Hogy miért, én is megnem. Ez mai napig nem tudod, hogy... Szerintem a vezetők se tudták, hogy mi. Hát természetesen... De volt egy ember, aki ezt így megmondta, hogy nem, és akkor... Persze, az elnök mondta, hogy figyelj, de nem jössz velünk, mert másnap utazott a csapat edzőtáborra, hogy nem jössz velünk, mert nem vagy benne a többet. Mondom, jó, rendben van, de mondom, akkor mit csináljuk most? Uh-huh. Azt mondja, hát a találcsapatot milyenek. Hát akkor mondtál, hogy nagy szó vagy elenged. Jó van, mondom, akkor le kéne írni, hogy nekem nem kell volna megjelenni edzésen, nehogy az legyen, hogy eltitant vagy valami. És akkor mondtam még, hogy mondom, jó, rendben van, de hát mondom, itt van annak a szurkok, mondom, akkor ki meg elbúcsúzni a szurkoktól. Hú, akkor összeültek, meg minden, hát nem akarták a balhé. A végül mondták, hogy nyugodtan menjen ki. Kimentem. Hát ott óriás volt, minden, és akkor elmentem, és akkor utána egyedül edzettem, és akkor jöttek az ajánlatok. És akkor végül az Anconába engedtek el, ott valami 500 000 dollárt kaptak értem egy évre, az ott egyik a legjobb, és akkor oda elmentem játszani. De azt tudni kell, hogy akkor az Ancona akkor jutott föl, tehát egy óriás volt, a legjobb csapatok oda jönnek, és ott játszhatnak. Tehát egy ilyen nagyon jó hangulat volt. És szerintem egy jó évet is játszott ott. Tudtam, 11 volt, úgyhogy jól ment. Melyik a legemlékezetesebb mérkőzés? Nincs ilyen nagyon sokan. De akkor top 3. Biztos, hogy van egy. Lehet a brazil, lehet az osztrák, lehet a frankfurti, lehet a lengyel. Hát azért mondom, hogy annyi minden van, hál' Istennek. Tehát én azt mondom, hogyha néha beszélgetünk játékosokról, és vannak olyanok, aki 52-es válogatott, meg 60-szoros válogatott, és akkor úgy beszélgetünk, és mondjál valamilyen olyan válogatott mérkőzés, ahol jól játszott. És nincs. Uh-huh. Tehát áll Istennek, ezek a gólok, ezek már fönnmaradnak. Tehát, persze, hát nem hiszem, és sokszor bevágtuk egy csomó videónkban. Tehát, hogyha valaki kiejtik a nevemet, akkor ezek után tudják, azért be tudnak azonosítani, hogy azért mégis ez a gól, vagy ezen a mérkőzésen hogy játszik. Ilyen kalanda szurkolók, ilyen vicces, vagy ilyen emlékezetes dolog. Egész pályafutás. Akár Németországban, akár Olaszországban. Ilyen vicces szitu valami volt. Vagy... Hát ilyen olyan dolgok volt Görögországban, hogy ha nyertünk, akkor 2 óráig nem mehettem ki az öltözőbe, ha meg kikaptunk, akkor meg 5 óráig. Közel kikaptunk egyszer. És tehát mindig 10 000 ember volt az első edzésen, tehát az kedden az úgy kezdődött. Tehát most 10 000 olyan haragos szurkoló volt, hogy mondom, nem megjegyzeni. És a görögök nem viccelnek? Azok... Hát nem, hát hogy nem. Hol volt a legjobb hangulat? Jól játszott egy az országban? Az félelmetes. Tavaly előtt voltunk kint egy átromított Panathinaikos meccsen forgattunk, és a VIP-ben tömegverekedés volt. Tehát, a VIP-ben? Hát figyelt, hogy a parlamentben is. Ilyen véres szájúak, mint a... Hát tudni kell, hogy a Görögországnak a lakosságnak a 80% az olimpiakos szurkoló. Igen. Hát, 800 000 ember volt az olimpiai stadionban, a Karajszkakiban, amikor átmentünk, minden meccsen 40 000.
A városba sétáltál, azért gondolom megállítottak egy csomó szót. Hát igen, azt hittem, első nap után sírt a család, hogy jó, mi lesz itt velünk, meg hogy van, meg hogy fogunk élni, de aztán utána ugye normális lett a helyzet. Hát a kis részen, ahol én éltem, meg elmentem vásárolni, meg ez az ott utána ismertem, meg jóba voltam mindenkivel, de soha nem zaklattak, vagy nem volt semmi olyan probléma. Prostasina kanta na vio, tetari panda, kanike dripla, ανατρέπεται από τον Καλκαμάνη και είναι το πέναλτι που σφυρίζει αμέσως ο κύριος Κουκουλάκης. Πλάγιος Δέταρη το εκτελεί, έπεσε βέβαια ο Καλκαμάνης, αλλά δεν μπορεί να αποσοβήσει το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού. Ναι, μισέμ, ότι βάλαμε ένα γιομπάς. Δεν μισέ έλεξα μόγα μου, ότι πως είναι εμπέγγε, αλλά ούτως, μάλλον εμπέγγε. Ez a Fradi vagy a Honvéd hívnak, persze az ember elvállalná, de különösképpen én úgy gondolom, hogy nagyon sokat változott ez a futball, és én még a régi vagyok. És nem. De nem is hiányzik akkor már? Én, nekem volt egy elképzelésem, hogy egy megyhegyes jogot venni, wow. És a kiöregedő 19 éveseket, akik az akadémián elküld, Honvéd, Újpest, Fradi, a nagy csapatot, őket összeszedni, éjjel-nappal edzetni őket, és utána visszaorientálni a futballba. Van egy focisulink is, meg a másik az, hogy mi úgy gondoltuk azt, hogy a fiatal játékosokkal kell foglalkozni, és megpróbálni őket vagy NB1-es csapatba, NB2-es csapat eladni, vagy külföldre kivinni, ha olyan szinten van. Nagyon szépen köszönjük ezt a jelképes, ám de annál értékesebb serleget Szenesán György polgármester úrnak. Ezt azért kaptuk, mert itt vagyunk, itt forgatunk, és egyébként semmi másért. Milyen érzés volt átad a trófocinak egy kupát? De is volt. Ez pályasen meghatódtam. Tudatosan megvan, hogy hogy hozzunk a labdát, hova passzolunk, hogy nyitunk. Mi használjuk a fejünket a játékére. Ha a barátságot 9 percen elfelejtünk. Tehát nagyon jól tudom, hogy mind a két csapatban vannak olyan játékosok, akik hosszú évekig együtt játszottak, egy csapatban játszottak, most ezt el kell felejteni. Mi az Eleki mezé, ők a két egyár. Hajrá! A mezőt ugye a Peak Business fölül támogatójuk, jól áll a cég, akikkel mi is most már üzleti kapcsolatban vagyunk, megyei játékosokat fogunk megfigyelni, de ezt már korábbi videóinkban mondtuk, de nem baj, hát nem lehet elégszer hangsúlyozni. Megyei játékosokat fogunk megfigyelni, és hogyha látunk tehetségeket, akkor jelezzük nekik, ők leküldik a scoutot, megnézik, és ha úgy van, akkor viszik följebb, akár 2-3-4 osztállyal. Nagyon sok megyei öltözőben fordultunk mi meg a munkánk során, illetve abból kifolyólag, de kevés ilyen részletes tájékoztatást kaptak. Ön mióta edzősködik? 33 éve. Hát akkor azért van. Hát megyek 2-től az NB2-ig. NB2 is? Hát egyszer dolgoztam a Gyomendrődi Barátság NB2-ben volt akkor. A többi az pedig inkább NB3 meg megyek. Meg most megyek 2. Mik a célok idénre? Hát tisztes eltállás? Nem, szeretnénk a dobogóra. Tavaly, pontosabban ebben az évben tavasszal már megmutattuk, hogy több van ebben a csapatban. Ugye 10 fordulón keresztül veretlenek voltunk, de akkor nagyon mélyről indult a csapat, tehát a kieső helyről majdnem, és sikerült a 6. helyen befejezni, és hát a vezetőséggel egyetértésben úgy ítéltük meg, hogy ha ez a gárda egy-két célirányos erősítéssel, ott lehet a dobogó. Helyiek játszanak főleg? Főleg, igen, a csapat. Meg egy-két környékbeli. Igen, így van. Jó, sok sikert kívánok a meccsen, mert mérkőzés követően még egy rövid. Reméljük, hogy győzlem, de szerintem ilyen motiváció után ezzel nem lehet probléma. Köszönöm. De miért voltak kitiltva? Nem mocskos csalók, mindent utálom, egytől egyig. Ennyi. Jó, én vidéki meccsre is úgy mentem, hogy minden helyen meg akartak verni, halott. Ordítottam. És meg is vártak valahol? Mit? Nem, nagyon. Volt egyszer, mikor két flakon gáspét ráfújtam 5 parasztra. De én győztem, csak tűzsögtek. Kámonat! Kámonat!
utána gyere, légy! Hogy én, mert bedobtak egy izébe. Megye kettőben egy olyan játékosunk, tusolás közben, közös tus van a vidéki pályákon. Közös tusolás van, és érezted, hogy a tusolás a meleg vízen kívül még melegebb volt. Az mindig lehugyozott mindenki tusolás. Volt egy játékosunk, szóval úgy hívtuk, hogy Húgyos Józsi, mindenkit lehugyozott. Volt a vendégjátékosok, így csinálta csáó. Jaj, Istenem! Gyere, Sima! Jaj, itt egy kabát, dobjuk rá, addig nem pattog a labda. Itt egy nagy kabát. Hozzátok vissza a labdát. Ámot jó nekünk! Kettőnknek van egy... Mi van? Hol nekünk el? Mi a van? Hol az elnök? De miért nem? Váratlan fordulat itt a mérkőzés 13. 14. percében. Ez itt a két egyháza. Megmagyarázhatatlan és értetetlen, hogy ez hogyan és miként történt. De csükkedésre semmi ok nincsen, ugyanis van vissza még legalább 77 perc, vagy annál egy több a hosszabbítása. Gyönyörűen meg lehet ezt fordítani 6-1-re, 8-1-re, 10-1-re, vagy ahogy szeretném. Hát ezt beszoktuk rendesen. Ez vámpírnak lenni nagy szívás. De nem szívás, ez szopás volt. Ez nem gyere! A négy sarka. Ha beleért a kapust! Mi vagy te, Stevie Wonder vagy Ray Charles? Ó, hogy rohadjon meg a biciklit. Utolsó tízszer. Jaj, genyó! Anyám jobban véd, pedig 98 éve. Remésben lesz a gól. Odaadod neked, csomagod be előtte, bazd meg, ajándékozol. Hülye vagy te, fie? Mindig azt gondoljuk, mert mindent hallottunk. 60-valahány megyei meccs van hátunk mögött, de nem. Mindig hallottunk. Gyere, hozzá végig, Maci! Ó, bazd meg, nincs már fogad! Sziróka, maróka! Nincs már protkó, döcsém, kiverte a labda. Töpi, erre mutatott van. Hát de erre mutattál, hogy erre van dobás, hülye gyerek! Nem, hogy dobás volt, dobás volt. Figyelj már, ide többet itt nem, mint én! Nem létezik. Ha meg kellett volna, itassátok a gyere, Johnny, végig! Na! Hey! Anyádat ismerem, nő volt. Egy gyereket vártak, de te lettél. Gyabi! Lámpalázasotok? Ó, hogy van, mi van? A mennyi csapat vezet 1-0-ra. Úriember mondja mellett, hogy az nem vezetnek 0-1-re, mert a pályán 5-5-ben vannak. Tényleg? Megszámolta? Egy vissza! Igen, Dajcsán! Hát meg! Orbi nagy jó volt szert! Szávid! Hello! Hagyjad már szó! Hello! Beszoptad öcsém! Igazolt le téged, bazd meg! Mennyi arany koronát kaptak utánad? Mi van ott a piac? Húzzát tusolni hideg vízzel! Basszál be ezeknek kettőt! Hát piros lap, igazából volt már egy sárgája a srácnak, kapott még egy sárgát, a 9-es számú játékos a kétegyháziaknál. És ezt beváltatta egy piros lapra. Nyilván, ahogy ez megyében szokott lenni, értetlenkedett. Késett egy ütemet, amúgy lehetett, hogy nem volt szándékos, ebben számomra még szándékos volt, késett egy ütemet. Ez egyből piros lap volt, hát barátok között is. Kemény volt az öklöd, öcsém! Kemény vagy, mint szar a pincébe. Ne találni, bassza. Figyelj, ide bejegyzünk együtt. Dobták volna reggel köptetőnek. Azért itt sem rossz. Isten! Most vagyunk körülbelül a
75. 74. percben, 88. és a 91. 92. perc. Kettő gól, hazainak, és 2-1 vége lesz. Amen. Írd és mondd. Amen. Biztos, hogy nem így lesz, de... Annyi tévedtem, hogy a... Na, mi? 88-ra mondtam az előtt? Nem, így 78-ra gondoltam. Mi van? Mónika idegállapot volt. Vannak, bazd meg! Ki az a súlyt, Gizi? Nem tudom, de egyszer megtalálom, úgy megbaszom a száját. Megmondtam! Gyere vissza, hogy lesen! Úgy nincsen lesen! Szép volt! Szép volt, szép volt, fiú! Szép eredményeket kívánunk nekik! Köszönöm, és gratulálunk a győzelemhez! Egy kicsit nehezen indult be a szekély. Mi volt az oka? Egy kicsit... idegesek voltak a játékosok, ugye sokan még ennyi néz előttük, közel volt kint 1000 ember, nem játszott. Csináltunk egy nagy hibát az elején, amiben gólt kaptunk, és futottunk az eredmény után. Sajnos szerencsénk sem volt, mert legalább 7-80 zicser volt, ami csak rajtunk múlott. A kapufákról már nem is beszélek, azt hiszem 3 vagy 4 kapufa volt, tehát a labdarúgásért. Én azt gondolom, hogy ilyen településnek, mint Elek, nagyon fontos, hogy legyen egy jó közössége a labdarúgó életen belül is. Természetesen más közösségek is nagyon fontosak. És hát el kell mondjam addig csak egy kicsit, hogy az idén már 135 igazolt labdarúgunk van. És ez nem papíron, hanem ezek tehát tényleg itt vannak, és minden nap tele van a pálya, edzenek. Kinőttük ezt az egy füves pályát, szeretnénk majd itt, ahol most a rendezvény van, fejleszteni. Így van, egy fű 2-t. Mit éreztem a meccsen? Hát én minden meccsen 4 színpartot kapok körülbelül. Rengeteg munkát teszünk bele az elnökséggel és mint polgármester is ebbe a csapatba, és szeretnénk, hogyha lenne eredménye is. De a legfontosabb eredmény, amit mondtam, hogy 135 labdarúgóból 120 vagy 115 az ifjúsági labdarúgó, az U7-től egészen az U19-es korosztályig. És az a legfontosabb, hogy gyerekeket, sportembereket neveljünk, és egy kicsit kizökkentsük ebből a kicsit... Én azt gondolom, hogy nem jó irányba tartó világból, és közösségekbe járjanak és mozogjanak, és legyenek jó barátok, kötődjenek a barátaikhoz, településükhöz, sportegyesületükhöz. Nos, hát véget ért az Eleki kiküldetésünk. Nagyon szépen köszönjük a zárt szelvény SL-nek ezt a csodálatos 2, pontosabban 3 napot, mert ugye még holnap reggel is itt leszünk egy kicsit. Parádés vendéglátásban volt itt részünk, tényleg semmi más dolgunk nem volt, mint az, hogy jól érezzük magunkat, és ehhez ugye hát az Elekiek is itt partnerek voltak. Nagyon szépen köszönjük az Elek futballcsapatának is, hogy sikerült megnyerniük ezt a családi nap alkalmából megrendezett rangadót. Nektek pedig köszönjük, hogy velünk tartottatok ma is. Tegyétek ezt jövő héten is, meg minden héten is, meg biztosátok erre az összes ismerősötöket, és a legjobb az, amivel segítitek a munkánkat. Tényleg egy nagyon egyszerű dolog, feliratkozás gomb, megnyom. Ennyi, köszönjük szépen, szeretünk titeket. Gyertek máskor is.